A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Egy olyan vendéget invitáltam meg ma a stúdióban, akire jobb, ha azt mondjuk, hogy csak bölcsész. Különben fel kéne sorolnom azt a sok-sok mindent, ami itt van előttem, de mégiscsak megteszem, hogy csak hogy tudják, hogy a sokszínűség, az úgynevezett sokszínűség, az nagyon is valóságos tud lenni. Tehát ha úgy vesszük a kultúra polihisztora, aki WordPress, fénytechnika, szövegírással, kampánymenedzsmenttel, rendezvényszervezéssel, közönségszervezéssel, produkciós menedzsmenttel, Photoshoppal, reklámtervezéssel, social médiával, tanácsadással, weblapkészítéssel és színházzal is foglalkozik. Szervusz, üdvözöllek, Braun Barna vendégem. No, ez tényleg egy nagyon-nagyon sok. Talán induljunk el a kezdetektől, hiszen az ELTE-re járt, tehát az ELTE előtti idők. Ugye az már bőségesen a 21. században voltunk, helyiek közel, hát amikor te hivatást választottál. Hivatást választottál? Hát valamennyiben igen, de igazából ugye én kápolnásnéken végeztem 2009-ben, akkor érettségiztem, és ugye mi itt Székesfehérváron az akkori szintén ilyen középiskolás társaimmal elkezdtünk egy fél online fiatal értékteremtők lapja nevezetű ilyen kulturális irodalmi periódikát csinálni, és az is itt Székesfehérváron voltak az első estjeink, meg itt kezdtük el terjeszteni, meg itt kezdett ebből kinőni egy ilyen későbbi, hát hát a 2012-13-as években nagyon, nagyon, nagyon is menő, meg jól prosperáló ilyen kulturális online magazin, a félonline.hu, annak is itt voltak a gyökerei. Tehát tulajdonképpen én ezzel kezdtem el irodalommal, kulturális újságírással foglalkozni ugye 2010-es évek elején. A színházzal csak később, csak 2014 óta foglalkozom vele, de egyébként mindig is érdekel. Tehát ilyen értelemben a kultúra az eleve elrendelés volt számodra? Nem, mindig is érdekel, mindig is az a gyerek voltam, aki a pad alatt matekórán könyveket olvas, szóval, hogy ilyen értelemben igen, szóval egyértelmű volt, hogy valami ilyen jellegű pályára szeretnék lépni, ezért is választottam az ELTE-n a magyar szakot, később pedig az irodalom és kultúra tudomány mesterszakot. Így van, hiszen a mesterképzésen is túl vagy már bőségesen. Na, ez a sokszínűség honnét ered? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ha valaki beleássa magát a kultúra bármely szegmensébe, ott el lehet merülni, és ki lehet teljesedni. Te viszont nagyon sok mindent csináltál, és remek szinten. Itt még a beszélgetésünk elején elmondtam, hogy elolvastam jó néhány írásodat az Alföldbe ide-oda, ahol én azt gondolom, hogy meglepő, de fantasztikus 21. századi stílusban avatsz be bennünket, illetve az olvasókat a mélységekbe is. Hát igen, egy időben, hát az egyetemi éveim alatt én nagyon belástam magamat a kultúratudománynak ebbe a szegmensébe, ami így az irodalommal, az irodalom helyével a 21. században, ugye a mediális közegekben, hogyan értékelődik föl le, egyáltalán lehet-e irodalomról beszélni egy internetes közegben, vagy ha lehet, akkor hogyan lehet. Engem ezek érdekeltek, én ugye a szakdolgozataimat is ilyen témában írtam, és hát szerencsém volt, mert abban az időben Debrecenben a kulter.hu-nak volt egy ilyen konferencia sorozata, minden évben megrendezték, ez volt a Kultok, ami direkt egy ilyen reflektáltságot adott az ilyen kulturális közegeknek, meg a médiumoknak, meg ilyen témákban írtak ki konferenciákat, és ugye ezeknek ilyen rendszeres résztvevője voltam, és ezek a szövegek is ezekre a konferenciákra születtek, és ezeknek a leíratai, ezek a publikációk. Így van, tehát az irodalomkritika politikában, illetve az Alföldben számtalan remek dolog jelent meg. Az alapképzés után viszont vállaltad a mesterképzést. A mesterképzés Persze. ahhoz segített hozzá, hogy ez a sokszínűséget, amit nyilván már terbe vettél, megvalósítsd?
Hát igen, igen. De elmélyült ebben tudtam ezekkel a témákkal foglalkozni. Nézzük a projektjeidet. Ugye én nagyon is jól tudom, hogyha egyet kimondunk, akkor arról is lehet 20 percet beszélni, nyilvánvaló. De azért röviden szaladjunk át rajta, hiszen ez a sokszínűség az alapja annak, hogy a sikernek is egyik oldalról. Hiszen ezeket a dolgokat csak mélységében lehet csinálni, és ahogy megtapasztaltatták szerintem a környezetedben, te a mélységekre törekszel. Nézzük a fiatal értékteremtő lapot. Ugye ez 2007-ben indult. Így van, középiskolás koromban indítottuk. És irodalmi lap. Igen. Na most ehhez aztán kell elhatározás. Hát igen, meg szerencsém is volt ebben, mert ugye az én szüleim ekkortájt nyomdával foglalkoztak, Kápolnástéken volt egy kis nyomdánk, és hát ugye, hogy mondjam, csak az eszközök a rendelkezésemre álltak mindig is, hogy ilyen dolgokkal foglalkozhassam, úgyhogy, mint hogy volt otthon nyomdagép, és volt bennem kellő ambíció, meg ugye én édesapám mellett a lapszerkesztést, a lapszerkesztésnek a technikai részét, a tördelőszerkesztést, meg ezeknek a programoknak a használatát, meg ilyesmit, ilyen kitanultam az évek során, úgyhogy viszont a könnyű dolgom volt. Onnantól meg csak tartalommal kellett megtölteni, de egyébként, hogyha most itt lenne egy példány, akkor azért az nem sokban különbözik bármelyik ilyen pályakezdés, középiskolás első publikációitól, tehát ilyen világfájdalmas versek, meg ilyenek. Tehát évtizedes történet ez. Hát ez most már egy évtizedes történet, igen, csak most hát az utóbbi egy évben talán nem is jelent meg szöveg a fél online-on. Még tartozom azzal, hogy ezt egy ilyen tisztességesen lezárjuk ezt az életszakaszt. Miként lettél fesztivál szervező, és ráadásul független fesztivál? Soha nem volt nagyobb szükségük szerintem a fiataloknak mostanság, mint most a független színházi bármilyen fesztiválra, mert én azt gondolom, hogy az mindig újat hoz. Igen, én 2014-ben kezdtem el az Ereskinenc Színházban Budapesten dolgozni. Hát kommunikációsként, meg az volt a feladatom, hogy a színháznak az arculatát újra rendelni, új logót csináltunk, honlapot, az egész színházat egy kicsit ilyen 21. századivá tettük abban az időben, és ezzel párhuzamosan volt ott egy nyertes pályázat, aminek kapcsán fesztiválok, vagy hát egy független színházi fesztivál megvalósítását. Tehát az volt a feladat, hogy megszervezzük ezt a fesztivált, és én belecsöppentem ennek a közepébe. Ugye a Félolajnak a révén én nagyon sok irodalmi estet szerveztem az egyetemista éveim alatt, és úgy éreztem, hogy egyébként rám szabták a feladatot, hogy akár egy nagyobb eseményt is menedzselni tudjak, és hát végül is így kerültem ebbe bele, és akkor aztán az Ereskinenc Színházzal szerveztünk még másik, ez volt a Vallai Fesztivál, és akkor utána az igazgatónő ötletére, javaslatára csináltuk ezt az Ereskinenc Off független színházi fesztivált, amiből azt hiszem, hogy hármat sikerült megrendeznünk, amit irodalom, én praktizáltam. Az irodalom, illetve a kultúrában az irodalom és a színház gyakorta kézen fogva jár. Tehát a JAK Fesztivál és a József Attila Körfesztiválja is ezt jelzi. Ezek mennyire fontosak voltak akkor? Hiszen nyilvánvaló, hogy te nem nézheted kívülállóként, viszont értékteremtésben azt hiszem, hogy újat hoztatok. Igen, sok minden, most, hogy említetted a József Attila Kört, ott igen, sok mindenben egy szemléletváltás volt, hogy én szerveztem ezeket az eseményeket, meg hogy előttem, és aztán utánam. Hát igen, ugye ott az volt a hogy mondjam, csak a truváj, vagy a különbség az addigiaktól, hogy inkább egy ilyen show-szerűségre volt az egész fölhúzva, tehát hogy jegyet szedtünk, ezek nagyon jó kis teltházas események voltak egyébként, többnapos fesztiválokat csináltunk. Ezekben az időszakban azért számtalan, a felfedezés élménye mindenek felett. Hát ugye számtalan olyan fiatal, tehetséges fiatalt is fedeztetek fel, akik azóta, úgy tetszik, befutottak a szánypróbálgatás után, bebizonyították, hogy ott a helyük az irodalmi kánonban, hiszen azért azt nagyon jól tudjuk. Persze, nagyon sokan. Az a jó az ilyen fesztiválokban, hogy
nagyon sok olyan tehetséges ember, fiatal pályakezdő jelentkezik, akik tényleg nagyon autentikusat, nagyon egyedit tudnak alkotni, és nem nagyon van máshol bemutatkozás lehetőségük, és ezeken a fesztiválokon rendre előkerült egy ilyen tehetség, aki aztán tudott pályát befutni, meg lehetett a korai években együtt dolgozni, talán jó tanácsokkal ellátni, és akkor ez mindig egy jó visszaigazolás, hogyha az ember látja azt, hogy volt értelme a munkájának. Tehát amikor PR-ról beszélünk, kommunikációról magánvállalkozóként, azért azt látjuk, hogy ahhoz hozzátartozik a marketing bizonyos értelemben, a PR igazgatóság, ugye az megjelenik nálad a Babits Mihály Színházban. Igen. Mennyiben van különbség, óriási különbség van, gondolom én, egy konkrét színház, egy olyan színház, amely él, létezik, működik, és csak valami jobbító szándékkal neveznek ki egy embert, egy szakembert, mint amit önmaga építhet fel az alapoktól. Hát nekem az a szerencsém, hogy kevés kivétellel azért ezekben az intézményekben én az alapításuk óta jelen vagyok. Tehát a Babits Színházat is Kajádám barátommal, aki ennek a színháznak az igazgatója, együtt hoztuk létre. Ez esztergomi állandó, hát kőszínházi ambíciókkal rendelkező társulat, meg alkotóműhely, amit mi már ugye ötödik éve gründölünk az Ádámmal, és ugye ezt is közösen alapítottuk, közösen csináltunk tulajdonképpen mindent, de éppen most kényszerültünk bezárni az Óvóhely nevezetű kulturális helyszínt Budapesten, ugye ott is színházi előadásokat, koncerteket tartottunk, ezt 4 évig tartottuk fönn. Itt is a tér kialakítását, tehát tényleg akkor a téglahordástól a bemutatók szervezéséig mindent csinálhattam. Tulajdonképpen te megélted a kultúrán belül mindazt, ami most nyilván nem kultúrpolitikáról kell beszélnünk ebben a műsorban, de ami a hátulütője, tehát felépítettél az alapoktól nagyon-nagyon sok mindent, ami aztán kellő támogatás hiányában tönkrement. Ezt miként lehet megélni? Hát nem tudom, én mindig igyekszem előre menekülni, meg én úgy gondolom, hogy például most itt az Óvóhely kapcsolatban, mert ez a legaktuálisabb, itt is úgy gondolom, hogy mi mindent, ami tőlünk telhető, azt megtettünk. Most az, hogy a világ olyan helyzetben van, amilyenben, tehát hogy túl vagyunk egy iszonyatosan nagy civilizációs válságon, ugye a koronavírus és a lezárásai kapcsán az ország, talán Európa, talán az egész világ egy borzasztó gazdasági krízis elején, közepén, vagy ki tudja, hol áll benne. Szerintem az majdnem csak természetes, hogy eltalál egy-egy dolgot, amit az ember csinál, és azt nem csinálhatja. Nyilván sajnálom, mert nem így terveztük ezt 2018-ban, amikor megnyitottuk, hogy majd 4 év múlva be kell zárnunk, de hát sajnálom egyrészt, másrészt meg nagyon remélem, hogy nem ez volt az utolsó projekt, amiben részt vehettem, amit létrehozhattam. Mi azt tudjuk, hogy a különleges műfajoknak is az igazi otthon a Budapest. Nyilván másutt is elképzelhető, de amikor arról beszélünk, hogy a színház művészet és általában a kultúra a különlegessége miatt egy kisvárosban nehezebben él meg, mint Budapesten, tehát ott jó helyen van. De hogy állunk most? Hiszen láthatjuk, hogy bár igény van rá, az nyilvánvaló, de tűnnek el olyan műhelyek, amelyek alapot adtak nem csak a modernitásnak, hanem mindannak, ami 21. századi. Hát igen, ez most egy ilyen tendencia. De én azt gondolom, hogy én nagyon igyekeztem, igyekszem mindig úgy csinálni a dolgaimat, hogy azért az élet az olyan, hogy mindig más leosztás van az asztalon. Mindig abból a leosztásból lehet játszani, ami éppen az ember kezébe kerül. Hát most ezzel lehet játszani, most ezzel kell. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell tudni találni azokat a módozatokat, azokat az utakat, azokat az eszközöket, amivel ez a fajta színház csinálás, amit mi művelünk, ez a szegény színháznak a legszegényebb színház, tehát hogy tényleg a teljesen, tehát egy szobában
jobban meg tudjuk valósítani az előadásainkat. Hogy ezeknek teret adni, közönséget szervezni, megtalálni azokat a fórumokat, csatornákat, stb., amin ez működni tud. Azt gondolom, hogy ez egy feladat, amit el kell végezni, és nem azon szeretnék... azon szeretném sajnáltatni magamat, hogy milyen helyzetben vagyunk, és hogy jaj, ebből hogy keveredünk ki, hanem meg szeretném találni azokat a módokat, amivel kikeveredünk belőle így is, úgy is, hiszen ezért csináljuk, mert nekünk ez nagyon fontos. Ha pedig fontos, akkor pedig nyilván tudni fogjuk csinálni. Tulajdonképpen ti vagytok a kortárs színház irodalom talpontja. A te korosztályod, mondhatjuk ezt, én azt hiszem, tehát a színházi szerzők zöme is azt a kort képviseli, mint te magad, és nyilvánvaló, hogy ez rendkívül fontos. Hogyan sikerül, tehát vegyük úgy, hogy most hazamegyünk egy kicsit, mármint a Velencei tópartjára, Kápolnásnyékre, mert most egy új projektbe fogtál bele, ami azt hiszem, hogy egy fantasztikus. Honnét jött a gondolat, hogy egyáltalán az északi strandon megvalósít? A Velencei Városgazdálkodás keresett meg, hogy ugye az északi strandot most a Velencei Önkormányzat üzemelteti, és nagyon szeret nének egy ilyen értékes, programokkal teli, laza, családos helyet, vagy családias helyet csinálni ebből a strandon, ami szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon jó ambíció, és ezekhez keresnek különböző programokat, ugye most van szabadtéri mozi, kertmozi újra Velencén, itt van, vannak legkülönböző programok a táncoktatástól, például a színházi. Ugye, ez áttörést jelent csinál. Egyébként. Igen, egyébként szerintem ez egy nagyon-nagyon nagyszerű dolog, hogy Velence város abban gondolkodik, hogy egy olyan szabadtéri színpadot csinálni, ahol nem a szuperprodukciók, meg az ilyen hackney musicalek, meg ez a fajta, nem tudom, kultúrkör reprezentálja magát, hanem olyan kis színházi előadások, mint amivel mi foglalkozunk. Szerintem ez tényleg egy nagyon-nagyon jó ambíció, és ezért is vállaltam a legnagyobb örömmel, hogy ezt idén egy ilyen próba nyári évad jelleggel vállalom, és csinálom, és kipróbáljuk meg. Nézzük. Egyébként most a visszajelzések alapján én azt látom, hogy elkezdtek a nézők érdeklődni, csörög a telefonon, veszik a jegyeket, most legutóbb is jó páran voltunk, és olyan jó visszajelzéseket, megint egy olyan előadást tudtunk levinni, ahol két szereplő játszik, tizen nem tudom, hogy hány szerepet egy színházi közegben. Hogy fogtál hozzá a munkához, és utána majd beszélünk, hogy milyen darabok jönnek. Hogy fogtál hozzá? Tehát nyilván megvan az a kör, akiket te el tudtál képzelni, nyilván megvan a tapasztalatod ahhoz, hogy egy ilyen helyszínen mire vágynak az emberek, tehát ugyanúgy lehet azért a végjátékokban, a játékos kortárs történetekben is mélységet találni, mondom én. Abszolút, ez így van. Hogy indultál neki? Tehát igent mondtál, azt tudjuk. Persze, hogy nekem ugye az a szerencsém, hogy az Óvóhely kapcsán is, meg a Babics Színház kapcsán is nagyon sok társulattal volt alkalmam együtt dolgozni. Tehát, hogy igazából az a 8 előadás, amit végül ki tudtunk egyeztetni ezekre a csütörtöki alkalmakra, az jóval több volt még a listán. Tehát, hogy hál' Istennek van miből válogatni ilyenkor, mert nagyon-nagyon sok, nagyon jó minőségű, tartalmas előadás közül válogathatok egy ilyen helyzetben. Tudatosan választasz? Egyrészt tudatosan, másrészt szerencsével, ugye, hogy elég hogy mondjam csak, kötött volt a pálya most itt, hiszen a csütörtöki napokat kellett színházzal megtölteni. Nyilván a színészek nagy része azért már jóval előtte elszegődik ilyenkor nyári színházakhoz, vagy viszik az előadásaikat, és ugye ezekben az előadások meg pláne, ugye mindenki projektre szerződve, vagy előadásra szerződve van, tehát hogy ilyenkor kicsit azért a mázli faktor is benne van, hogy pont azon a csütörtökön, pont az a két kötője, 3-4 ember az rá és meg tud valósítani egy előadást. No, akkor nézzük a programsort. Nézzük. Tehát ugye már volt előadás. Volt két előadásunk. És azt most itt csak közbevetőleg ígérem a nézőknek, hogy a Paletta magazinunkban beszámolunk mi is majd előadásokról. Mi következik még? Most csütörtökön az Örökség című
szintén Székesfehérvár. Igen, Somos Ákos. Így van, ők most nyerték meg ugye a Váli Színházi Fesztiválnak a fődíját, ami ezután is szeretettel gratulálok, és ez egy plusz, hogy mondjam, csak egy plusz érték, ami miatt érdemes most megtekinteni csütörtökön. Utána, bocsánat, előveszem, puskázni jó. Fogok, mert okay. Én is csak a műsorról tudom, hogy mi a műsor. Utána a Cili és Gréti Titkos Élete című, hát szintén egy vígjátékról van szó, két nő, párhuzamos története, igazából nem is két nő, hanem több nő, de ezt nem fedem fel a titkot, egy nagyon érdekes, nagyon mély, ugyanakkor humoros, de ilyen nagyon, nagyon intellektuális humorú Vörös István színe kortárs szerző, Babits Színházban dolgozunk együtt, az ő műve nagyon-nagyon-nagyon jó. Előadás után pedig a Hogyan legyünk boldogtalanok című lesz, ez július 28-án, ez az én szerzeményem, én is játszom benne, ez egy, mi úgy hívjuk, hogy színházi stand-up előadás, mert igazából ez az ilyen life coaching programoknak a teljes kifordítása, tehát arról szól, hogy hogyan roncsd el az életedet, hogyan építsd le a kapcsolati tőkét, hogyan utáltasd meg magad a barátaiddal, hogyan szúrd el a rendezvút, tehát pont a kifordítottja. Ennek egy roppant szórakoztató előadás, nagyon Sörgyeri Kapricsó, ugye ez a Rabal klasszikusának egy monodráma átirata, vagy egy ilyen átköltése. Itt Kéner Gabi játsza az összes szereplőt egy személyben, van benne báb, van benne monológ. Nagyon-nagyon-nagyon jó, nagyon izgalmas, szép előadás. Utána az Illúziók című produkció következik, ez augusztus 11-én lesz látható. Ez egy hát felnőtt bábszínházi előadás, rengeteg fekete humorral, egy két, hát nem is kell, négy idős ember, két házaspárnak a történetét meséli el, de hát a végén sírva röhögünk a szó szerint, tehát nagyon, nagyon érdekes előadás ez is. Utána pedig a sort augusztus 18-án a Folyóügy című szintén saját szerzeményem zárja, amit három színész játszik, ebből is 16 karakter kerül a színpadra. Egy sketch komédiáról van szó, kicsit olyan, mint a Monty Pythonnak a sketch filmjei, egy roppant szórakoztató előadás, legalábbis a nézők nagyon-nagyon szeretik. Én azt tudom ígérni, hogy ott leszünk valamikor, és én azt hiszem, hogy ez egy olyan kiváló kezdeményezés, aminek van jövője is. Nem is kell mindig a múltba révedeznünk, hanem tekintsünk előre. És én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Mit kívánjak erre a nyárra? Nem tudom. További jó időt. Ne legyen eső. Mármint, hogy legyen eső, de ne a színházi napokon. Történjék így. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen voltál. Én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Braun Barna volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.